A mai videóban azt fogjuk megnézni, hogy mitől károsodnak a vesék, és hogyan tudjuk a veséinket regenerálni, megtámogatni, megtisztítani. Szeretettel köszöntök mindenkit! A veséink fő feladata, hogy kiszűrjék a vérből a toxikus, nem kívánatos anyagokat, és hogy elősegítsék a testünk számára előnyös anyagoknak az újrahasznosulását. Ha romlik a veséink szűrő képessége, több mérgező anyag marad vissza, és kevesebb hasznos anyag tud újrahasznosulni. Ha gondok vannak a veséinkkel, a leggyakoribb tünetek a szem alatti táskák, a fémes íz a szájban, a gyakori viszketés érzet a test különböző pontjai, és az ammóniás lehellet. Későbbi fázisban a láb ödémásodása, a magas vérnyomás, illetve a gyakori fáradtság érzet. Ha elvégzünk egy vizeletvizsgálatot, és nagyon magas a fehérje szintje a vizeletben, az is jelzi a legyengült veseállapotot, tehát hogy a vese nem szűr rendesen. Ha szedünk már egy ideje folyamatosan D-vitamint, és ennek ellenére is alacsony a D-vitamin szintünk, mondjuk laborvizsgálat alapján, az szintén jelezhet legyengült vesét, ugyanis a napsütés által termelt D-vitamin és az étrendkiegészítőkkel bevitt D-vitaminnak is az inaktív formája a vesékben alakul át aktív formává. Ha gyengék a vesék, ez az átalakulás már nem működik megfelelő hatékonysággal. Az alacsony D-vitamin szintet a kálcium lerakódások is jelzik, tehát az elmesztesedett erek, az elmesztesedett ízületek, vesekő, a szürkehályok, ami ugye kálcium lerakódás a szemekben, mivel a D-vitamin mozgatja a kálciumot a szervezetünkben, és ha kevés van belőle, a kálcium nem működik már megfelelően. Itt a K2 vitaminra is gondolni kell. A veséink számára a legkárosítóbb vegyület a cukor, ami úgy hat, mintha smirlivel súrolnánk belülről a vese szöveteit. Károsítja a veséket a magas vérnyomás, ami gyakran ugye az éveken át fennáll a magas vércukorszint, tehát a sok cukor okoz, illetve az alacsony D-vitamin szint és az alacsony kálium szint is. Sok gyógyszer kifejezetten a veséket károsítja, az antibiotikumok többsége a szteroidos gyulladást csökkentők és az aszpirin többek között. Nagy terhet rak a vesékre a sok állati fehérje is, tehát a sok hús és az ezzel társuló alacsony zöldségbevitel. A veséinkben felhalmozódhat a húgsav, leginkább a túl sok fruktóz, a túl sok csoki, a túl sok állati fehérje és a túl sok szénhidrát miatt. A húgsavnak egyébként vannak pozitív hatásai, például serkenti az idegrendszert, erős antioxidánsként semlegesíti a hidrogénperoxidot, immunerősítő és vaskelátként is működik, tehát megköti a felesleges vasat a szervezetben. És végül az oxalátok a kálciummal együtt vesekövet hozhatnak létre, ami ugye szintén gyakori vese probléma. Magas oxalát tartalmú például a spenót, a mandula, a kiwi, a bab és a gabonafélék. Tehát ezek kizárása a táplálkozásunkból és a napi 2,5-3 liter tiszta víz fogyasztása segíthet a vesekövek kialakulási esélyeit csökkenteni. Ha kímélni és regenerálni szeretnénk a veseinket, a legfontosabb lépés a szénhidrát bevitelünk csökkentése, tehát kevesebb cukor és minden, ami cukorrá alakul, mint például a gabonaételek, rizsburgonya sütemények, édességek, kukorica, szirupok, stb. A szénhidrátok helyett pedig fogyasszunk több magas zsírtartalmú ételt, mint a zsírosabb húsok, a vaj, az olívaolaj, mangalica zsír, és szalonna, a hidegen sajtolt szűz kókuszolaj, az MCT olaj, a sajtok és a zsírosabb halak. Fontos az állati fehérje bevitelünk csökkentése is, amennyiben ugye sokat fogyasztunk, és ezzel egy időben a zöldségbevitelünk növelése. A zöldségeken belül a három legjobb, amely kifejezetten jó a veség számára, a spárga, a leveleskel vagy fodroskel és a zeller. Komolyabb vesegondok esetén a napi zellerlé fogyasztás látványos javulást hozhat akár rövid időn belül. Ha a vizeletünk pH-ja a normál értéktől egy picit a savasabb irányba mozdul el, ez ugye vizeletvizsgálatból állapítható meg, akkor a szervezet hajlamossá válik a vesékben a húgsavat visszatartani, ami nem tesz jót a veséknek. Ebben az esetben a megoldás, ha lúgosabb ételeket és italokat fogyasztunk, például több nyers zöldséget eszünk, klorella algát, búzafüvet fogyasztunk, vagy citrusféléket, például citromlevet, stéviás limonádét iszunk napi szinten. A végstádiumú vesebetegséget kivéve a káliumnak vesevédő hatása van, ezzel kapcsolatban több tanulmányt is betettem a leírásba,
amit a legjobb zöldszínű zöldségekkel és kálium citrát tartalmú italporokkal pótolni. A kálium készítményekkel történő pótlásához ajánlom figyelmetbe az elektronik italport. És végül, ha a veséinket akarjuk védeni, kiemelten fontossá válik az elfogyasztott ételek és italok minősége is. Tehát például az, hogy minél kevesebb vegyszerrel, permetszerrel, növekedési hormonnal terheljük őket. Sokan csak a zöldségekre, gyümölcsökre, húsokra gondolnak ilyen esetben, de például a sima bolti kávé tele van rovarító szerekkel, a kávét világszerte brutális mértékben vegyszerezik a termesztés során. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedved és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!